Éppen szemben állok egy ablakkal. Gyakran kitekintek ezen, és hát tulajdonképpen ilyen egy iskola, egy ablak. Van egy épület, vannak ennek falai, de végül is az egész világra nyitott. És mi a gyermekeket, tanítványainkat arra szeretnénk segíteni, hogy ablakon kitekinthessenek. Vannak falak, vannak korlátok, amelyet mindannyiunknak tiszteletben kell tartani. De bizony vannak kilátások, amik a világra nyitják a gyerekeknek a tekintetét és a szellemét. Az én ablakom alatt, meg hát a szobám alatt óvodások vannak. Hallom az ő vidám hangjukat, rájuk tekintve a jövőt látom. 2001-ben nyílt az óvoda, több mint 10 évvel ezelőtt a Prohászka iskolához kapcsolódva tudott elindulni. Két csoporttal indultunk akkoriban, és a következő években nyitottuk a harmadik és a negyedik csoportot is, mivel olyan nagy volt a családoknak az igénye az ilyen jellegű óvodai nevelésre. Azt hiszem, hogy elsősorban itt az óvodai nevelésünk a saját példaadásunk által folyik, tehát ez a legelsődleges dolog az óvodai nevelésünkben, hogy mindannyian megpróbáljuk az egyéniségünkben, a mindennapjainkban, a viselkedésünkben, a gyerekekhez való viszonyunkban. Olyan érdekes, hogy ugye 4 évenként van a KPSZT-nek egy ilyen vizsgálata és ténymegállapítása. És van ebbe egy olyan kérdés, hogy miért adják az iskolába a szülők hozzánk a gyerekeket. És a legnagyobb százalékban az, hogy biztonságban legyenek. És ez szellemi biztonságot is jelent, fizikai biztonságot is jelent, alig ha kell magyaráznom ebbe a világba azt, hogy a szülők szeretik biztonságban tudni a gyereküket. De bizony mi nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy szellemi biztonságban legyenek a diákjaink, hogy tudjanak eligazodni ebbe a világba. 19 éve vagyok pedagógus itt ebben az iskolában, és remélem, hogy nem hangzik hihetetlenül, de minden reggel örömmel tölt el a gondolat, amikor becsukom magam mögött az ajtót, hogy a helyemen vagyok itt a Prohászkában. A helyemen vagyok, mert gyerekekkel és hasonló értékrendet képviselő kollégákkal vagyunk körbevéve. Ugyanolyan oktató munkát végzünk, mint bármelyik más iskolában, ami fontos plusz, vagy inkább azt mondanám, hogy inkább fontos küldetésünk, az a nevelés terén nyilvánul meg. Rá kell nyitnunk a gyermekek szemét arra, hogy keressék és találják meg a világban a jót, a szépet és az értékeset. Több mint 10 éve iskolánk folyamatosan részt vesz Comenius iskolai együttműködési projektekben, és ennek folyamán már a diákok számos külföldi országba eljutottak, Portugáliától, Spanyolországon át, Észtországig, tehát gyakorlatilag már bejártuk Európát, és jelenleg a második évében tartunk a legújabb ilyen együttműködési projektünknek, amelyben 5 országgal dolgozunk együtt. Bennem nagyon mély nyomot hagynak a szerda reggeli szentmisék. Minden héten rendezünk egy szentmisét egy adott osztálynak, és ezeken diákdalokat és diákénekeket énekelünk, és ezek nagyon jó hangulatban telnek, hát a gyönyörű kápolnánk van. Az osztálymiséken nagyon tetszik a családias hangulat, a ilyen közvetlenebb gitáros, hangszeres misék. Azon kívül az osztály úgy készül rá, hogy mi írjuk a könyörgéseket, dalokat választunk, összeállítjuk a miserendet, és
Az is, hogy olyan korán van, hogy kicsit korábban kell fölkelni, egy áldozatot kell nyújtani érte. Nagyon jó közösségben zenélni, és főleg ilyen közösségben, ahol még liturgikus szolgálatot is teljesíthetünk. Nem a szabadosságot, hanem a szabadságot, Krisztusnak a szabadságát kínáljuk föl a hozzánk érkezőknek. Ez pedig az evangélium szabadsága. Jézus Krisztus örömhírének, evangéliumának a szabadsága. És hát amennyire én látom, a diákjaink ezeket elfogadják. És azt szeretnénk, és valójában a mi nevelésünknek a, vagy hát munkánknak a gyümölcsét az adja, hogy később az ő életükben ez hogy gyümölcsözik.